Köszöntöm nézőinket, Mohácson vendégeskedünk a város polgármesterénél. Évet értékelünk, illetve előre tekintünk a 2019-es esztendőre, így január közepén. Köszönöm szépen, hogy fogadott bennünket. Jó napot kívánok, polgármester úr! Szívesen. És köszöntöm a nézőket. Jó napot kívánok! Nézzük egy kicsit vissza, ha pár mondatban meg lehetne fogalmazni így elöljáróban. Milyen volt a 2018-as év? Hogy értékeli? Hát mozgalmas volt, de elsősorban talán azért, mert hát munkás, dolgos évünk volt 2018-ban. Gyakorlatilag azok a fejlesztési programok, amiket korábbi évek során előkészítettünk, azok most érkeztek úgymond a finishbe, tehát legalábbis az előkészítő munka, a közbeszerzési eljárások lebonyolítása, a tervek véglegesítése. Egy időben közel 50 programunk fut, tehát volt bőven tennivalónk. Úgyhogy az energiánknak és a figyelmünknek a nagy részét ez vitt el. Mik azok a legfontosabb fejlesztések, illetve milyen összegű fejlesztések ezek, amik majd befolyásolják a város életét a közeljövőben, illetve hát a távoli jövőben is, mert hát azért vannak olyan beruházások is. Hát hogyha a közforgalom kikötő fejlesztést is beleveszem, akkor több mint 15 milliárd forint értékben vannak folyamatban fejlesztések, vagy vannak előkészítés alatt fejlesztések. Nekünk, lévén, hogy azért mi egy kisváros vagyunk, tehát a mi életünkben 15 milliárdnyi fejlesztés az egy komoly dolog, legalábbis önkormányzati fejlesztés, mert hát hál' Istennek azért a vállalkozásaink is fejlődnek, fejlesztenek, tehát az elmúlt években a Faroslemezgyár is és az MC Vágóhíd is több mint 20 milliárdos, tehát külön-külön több mint 20 milliárd forint értékű fejlesztést hajtottak végre. De hát önkormányzatnak azért ez egy elég tetemes összeg, hogy szinte a legnagyobb vállalkozásainkkal megegyező nagyságban hajtunk végre mi is különböző beruházásokat. Ezek közül hát a legnagyobb az egy barnamezős beruházásunk, megvettünk a Dunaparton két felhagyott gyártelepet, a volt Temaforg üzemi területet és a Sejem gyári területet, és hát ezekből szeretnénk ilyen közösségi létesítményeket, rendezvénytermet, játszóházat létrehozni, illetve lesz egy robotika terem elsősorban a fiataloknak. Ez a műemléki épület együttesben a volt Sejemgyári blokkban kerül megvalósításra, a volt Temaforg üzemi területen, ott pedig hát a városgazdálkodási réfajózási Kft-nk beruházásában egy társasház épül, és mellette mi pedig egy sportcélra és kishajó kikötők tulajdonosainak a fogadására alkalmas helységet alakítunk ki, lévén, hogy ezek a Dunaparton vannak a belvárosban ezek az ingatlanok. És hát nyilván a közterületeket is szeretnénk úgy kialakítani, játszóterekkel, utcabútorokkal, egyebekkel, hogy az sétálásra, kikapcsolódásra alkalmas legyen. Tehát úgy gondolom, hogy a Dunapartnak ezt a részét jelentősen át fogjuk alakítani, és még szeretnénk vonzóbbá tenni a városunknak ezt a belső övezetét. Megújulnak a parkjaink, új védőnői szolgálatnak új épületet alakítottunk ki, megújítottuk a könyvtárunkat, egy óvodánkat, közel 50 szociális bérlakást újítottunk fel a újvárosi lakótelepen, a déli város részben, az úgynevezett szegregátumban. Ugyanezt 19 szociális bérlakásnál végeztük el. Tehát sok-sok programunk van, közel 13, pontosan 13 épületenergetikai fejlesztésen dolgozunk. Hát van hasonló, munka bőven akkor. Tehát igen, tehát ezek mind olyan fajta programok, amik általában
én azt gondolom, hogy az önkormányzatokra jellemzőek. Tehát, hogyha megkérdezik a hasonló nagyságú településeket, vagy akár kisebbeket, nagyobbakat, akkor most elsősorban a területi operatív program keretében lebonyolítható beruházásokon dolgozunk, szinte mindnyájan a megyében, de azt gondolom, hogy az országban is. Tehát ezek most csúcsosodnak, hát nálunk is ez így van. Egy olyan beruházásról is szerintem beszéljünk, hiszen ez egy nagyon fontos létesítmény, vagy olyan elem lehet itt a mohácsiaknak, ami nagyban befolyásolhatja majd a közlekedést, illetve a város megközelíthetőségét. A Dunahídra gondolok, újra felröppentek a hírek, hogy megépülhet a Dunahíd. Erről mit lehet elmondani? Persze tudom, ez túlmutat azért az önkormányzat tevékenységén, de azért mit lehet ma tudni erről? Hát azt gondolom, hogy tulajdonképpen az információk azok jó részt a médiában már különböző helyeken megjelentek. Ezeket tudom úgy nagyjából zanzásítva elmondani, de hát valóban túlmutat az önkormányzati kereteken a Dunahíd építése, de azért mégis azt gondolom, hogy az önkormányzatunknak van némi köze hozzá, hiszen ha mi nem szorgalmazzuk, nem forszírozzuk, akkor nem biztos, hogy a Mohácsi Dunahíd építése az napirendre kerül. Tehát azért a döntéshozókkal el kellett fogadtatni azt, hogy indokolt a Mohácsi Dunahidat megépíteni, hogy miért szükséges megépíteni, és egyáltalán el kellett indítani a folyamatot. Tehát ez mondjuk azzal kezdődött, hogy miniszterelnök úrral folytatott megbeszélések után a kormány hozott egy olyan döntést, amelynek értelmében 1,5 milliárd forintot biztosított a Mohácsi Dunahíd építésének az előkészítésére. Ez alatt azt értem, hogy az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, illetve a további előkészítő munkálatokra. Ezt megelőzően már nyertünk pályázatból 111 néhány millió forintot a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. Tehát mi azt elkészítettük, én ezzel a tanulmánnyal mentem el a kormányhoz, és akkor született meg az említett kormánydöntés. Most folyamatban van a tervező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás, elvileg a napokban kell záruljon. E körül volt némi félreértés, mert ezt a pályázatot, azért tudjuk, hogy a közbeszerzési eljárások azok nem villámgyorsan bonyolódnak le. Ugye tavalyi év vége felé, pontosabban tavaly előtti év vége felé elindították már a közbeszerzést a tervező kiválasztására, aztán áprilisban a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, látva az ajánlatokat és ismerve nyilván azt, hogy időközben milyen egyéb fejlesztési szempontok is felmerültek, arról úgy döntött és úgy intézkedett a NIV ZRT felé, hogy állítsák le a közbeszerzési eljárást, de ugyanebben a levélben elrendelte egy új emelt műszaki tartalommal a közbeszerzési eljárásnak a folytatását. Na most hát akkoriban elsősorban azok a hírforrások, a médiának az a része, aki nem feltétlenül szimpatizál a kormánypárti településekkel, hát ők akkor mindjárt megjelentettek egy olyan híradást, hogy hiába ígérte meg Orbán Viktor miniszterelnök, leállították a Mohácsi Dunahíd építésre kiírt közbeszerzést. Na most hát ez ebben az összefüggésben egyáltalán nem igaz, tehát ez egy teljesen hamis és rosszándékú híradás volt. Itt az történt, hogy ugye beérkeztek az ajánlatok, és az ajánlatok szórtak ilyen 400 millió és közel 1 milliárd között, és akkor úgy döntött Homolya Róbert akkori államtitkár, hogy legyen megemelve a műszaki tartalom, mégpedig azzal, hogy az autópálya
és a Mohács közötti út az kétszer-két sávos gyorsforgalmi útként legyen megtervezve egészen a körforgalomig, az elkerülő útunk körforgalmáig. A körforgalomtól a hídra vezető út az megerősített kivitelben készüljön el, tehát a 11,5 tonnára megerősített kivitelben. A Dunahíd az már az eredeti programban is benne volt, az eredeti kiírásban, és a Dunahídról a Nagybaracskai útra vezető út pedig úgy készüljön el, hogy az is erősített kivitelben, főútvonali vonalként 11,5 tonnás tengelyterheléssel és kétszer-két sávra fejleszthető kivitelben, hiszen az akkor már előkerült a kormánydöntésnek megfelelően a Szeged-Pécs összekötő út, amelynek ezek a beruházások elemei lesznek. Tehát úgy kell megtervezni, úgy kell elkészíteni, hogy majdan, ha elkészül a Szeged-Pécs gyorsforgalmi út, akkor annak elemei lehessen ez a program, ami reményeink szerint minden bizonnyal megelőzi azért ezt a nagy programot, nagy beruházást. Azért azt se felejtsük el, ha már a Duna szóba került, hogy azért mégis a vízi határ, a déli határa, a Mohácsi kikötő, illetve a Mohácsi határállomás, tehát ilyen szempontból is nagyon fontos a város, illetve hát a városnak a jelenléte. Ezen a területen milyen fejlesztések várhatók, illetve mit lehet tudni erről? Tehát itt mindig halljuk, hogy tényleg micsoda óriási munka folyik itt, tehát a határőrizeti szervek milyen ellenőrzéseket végeznek, tehát miket fognak néha, mert azért előfordul az is, hogy valaki rossz szándékkal közelíti meg a magyar államot. Tehát mégis ez a vízi határ szerep, ez is felértékeli a várost. Hogy érzi? Hát az, hogy az Európai Unió vízi kapuja Mohács, ugye itt van a Dunai határ kikötő, gyakorlatilag a vízi úton itt az egyik kibeléptető pont Mohács az Európai Unióban. Ilyen szempontból igen felértékelődött a szerepünk. De tehát egy kicsit talán messzebbről indítanám a választ, de geopolitikailag, ha csak úgy néznénk a városunk elhelyezkedését, akkor mondhatnánk azt, hogy hát nagyon jó helyen fekszünk, és ebben igen komoly potenciál van. Ugyanakkor ebből az előnyből egy jó darabig nem sokat éreztünk, sőt, a 90-es években, amikor a befektetői tőkének, beruházói tőkének a legnagyobb egyik, tehát akkoriban legalábbis elég nagy érdeklődés volt Magyarország iránt. Ugye akkor rendszerváltás után voltunk, privatizáció, egyebek, tehát jöttek volna a befektetők, de a szomszédunkban tőlünk 10 kilométerre háború dúlt. Tehát, hogyha valaki ránézett a térképet, mint hallottuk, amikor lövöldöztek, ide hallatszott a lövések zaja, hát ha valaki ránézett a térképre beruházóként, akkor nyilván látta, hogy itt a szomszédban háborúznak, elkerülte nagy évben ezt a térséget is. Hát tudjuk jól, hogy a befektetői tőke azért olyan, hogy mint az óvatos vad, hogyha elriasztják valahonnan, akkor azért elég nehezen tér vissza. Tehát el kellett telni elég hosszú időnek, amíg ez a dolog elmúlt. Tehát ma már Magyarország a NATO tagja, Horvátország is tagja az Európai Uniónak. Most eltekintve itt a migráns válság miatti kerítéstől, ami reméljük, hogy azért előbb-utóbb az Európai Unió vezetői is észhez térnek, vagy pedig elsétálnak és majd lesznek helyettük alkalmasabb vezetők. És hát rájönnek arra, hogy az Európai Unió külső határain kell megvédeni. Tehát nekünk nagyon fontos a közlekedési kapcsolat és az együttműködés a szomszédos országokkal, hát ugye a valamikori jugoszláv területekkel, úgy a Horvátország irányában, mint Szerbia irányában. Hát gondolják el azt, hogy ha Budapestet mondjuk délről lezárnák, akkor a főváros jövedelem termelő képessége az mondjuk mekkorát zuhanhatna. És bizony mi Baranya megyében azért bizonyos vonatkozásban így korlátozva vagyunk, tehát elég kevés a határátkelő hely, és nem is nincsenek is olyan minőségű közlekedési kapcsolatok, tehát azért az igen fontos lenne, hogy az élénküljön, és hát a vízi közlekedés vonatkozásában is azért dolgozunk egy közforgalmú kikötő fejlesztésen,
hogy a vízi közlekedés potenciális hasznából városunk és a térségünk is tudjon előbb-utóbb részesülni. Kicsit, hogyha áttérhetünk a gazdaságra, hiszen a jelenlegi Baranya megyei önkormányzat vezetésének ez az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a megye gazdaságát fejlődő pályára állítsa, befektetőket vonzon minél többet, és hát tényleg a kis településekre is jusson el egy-egy vállalkozás, amelyik munkát adhat a helyieknek. Ilyen szempontból én megvallom őszintén saját tapasztalataim, emlékeim alapján a megyei kamarán, amikor jár az ember is, tehát éppen egy ilyen megyei kitüntetéseket adnak át, akkor ott hall szerencsére mohácsi vállalkozásokról is, akik igencsak jól teljesítenek, és hát példát mutatnak a többieknek. Hogy ítéli meg a város gazdaságát ebből a szempontból? Hát úgy gondolom, hogy ha Baranya megyei viszonylatban nézzük, akkor talán nem rossz a helyzet, de azért országos összevetésben úgy vélem, hogy van mit fejlődnünk. Tehát azért vannak olyan térségek, most már Kelet-Magyarországon is, ahová azért jóval több beruházói tőke érkezett, mint Baranya megyében vagy a térségünkben. Itt most beszélhetünk akár Kelet-Magyarországról, ugye a Debrecen az most már minden médiában elég gyakran bent van a híradásokban, de ugyanúgy fejlődött Nyíregyháza környéke, fejlődik Miskolc, Győr, Székesfehérvár, tehát sorolhatnánk. Tehát azt gondolom, hogy most már mi kell, hogy jöjjünk. Tehát kevés olyan térség van, ahová autópálya vezet, és mégis gazdaságilag nem tudott jobban elrugaszkodni. Sajnos ezért Baranya megye még ebben a helyzetben van, tehát van mit fejleszteni, fejlődni. Én is nagyon híve vagyok annak, hogy segítsük a kis-közép vállalkozásokat, de úgy gondolom, hogy igenis szükség lenne arra, hogy nagyobb beruházások, nagyobb befektetések, nagyobb vállalkozások, még akkor is, hogyha multinacionális cégek érkezzenek a megyébe. És ahhoz kell hozzásegíteni akkor a kisvállalkozásokat, középvállalkozásokat, hogy akár beszállítóként, vagy különböző üzleti partnerként tudjanak csatlakozni ezekhez a cégekhez. Tehát úgy vélem, hogy ez az egyik oldala, ami fontos gazdaságfejlesztés szempontjából. A másik része pedig a meglévő vállalkozásainknak a fejlődő képességén kell segíteni, elősegíteni, akár információkkal is, hogy lássák, tudják. Nagyon fontos, hogy ők is a modernizáció, a digitalizáció útjára lépjenek, aki csak teheti, mert különben lemaradhatnak. Tehát én örülök annak, hogy nálunk nagyon sok kis középvállalkozás van, több mint 2000 bejegyzett vállalkozásunk van itt Mohácson. Ebből a valós működő vállalkozások száma is meghaladja az 1700-at. Tehát csak gondoljunk bele, hogy ha mindenki csak egy embert foglalkoztat, az is 1700 fő foglalkoztatás, mondjuk itt azért többet foglalkoztatnak, de ha mindenki csak egy fél álláshelyet hoz létre, akkor az már 850 munkahely, az már egy nagy multinacionális vállalkozás. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a kis középvállalkozások jól prosperáljanak, jól működjenek, és hogy versenyképesek legyenek. Tehát azt gondolom, hogy a nekünk is, és a megyének is, amellett, hogy lobbiznunk kell, és elő kell segíteni azt, hogy jöjjenek ide külső befektetők is, a meglévő vállalkozásainknak a fejlesztése, fejlődésének elősegítése a másik fő feladatunk.
Lehet, hogy most nézőink azt mondják, hogy könnyű dolguk van, hiszen hát csak a vágóidat, ha nézzük, az is micsoda meg a beruházás ilyen szempontból, és hát micsoda vonzerőt jelenthet. De hát ez csak az egyik szelete a tortának szerintem, nem? Mert mindenképp kellenek a helyi vállalkozások is, és középvállalkozások, hogy teljes legyen a kép, és hát olyan egészséges gazdasága legyen a településnek, ami egész családoknak adhat megélhetést. Hát igen, a vágóhíd több mint 700 főt foglalkoztat. Nekem meggyőződésem egyébként, hogy még egy hasonló nagyságrendű vállalkozás az simán elférne itt a Mohács és térségében, mert itt összességében, hogyha megnézzük a közvetlen közeli településeket, tehát a Mohácsi Bói járást, Pécsváradi járásról még nem is beszélve, akkor is mintegy 2600 ember van, aki vagy álláskereső, vagy közfoglalkoztatott. Tehát ebből a 2600 emberből, még hogyha azt mondjuk, hogy valaki, vannak olyanok is, akik már akár az egészségi állapotuk, mentális állapotuk miatt nem is alkalmasak arra, hogy beálljanak, vagy felkészültségük miatt beálljanak egy modernebb üzembe, gyárba, de azért a 2600 emberből még 500-1000 fő közötti nagyüzem is simán még meg tudná találni a szükséges munkaerőt. Tehát ez is, én azt gondolom, hogy simán, tehát alátámasztja azt, hogy igenis most a mi térségünknek is jönni kell ilyen szempontból. De a másik, hogy egyrészt örülünk annak, hogy vannak nálunk is innovatív kis közepes vállalkozások. Tehát amit az előbb tetszett kérdezni, hogy a kamarai díjazásoknál is elő-elő bukkannak mohácsi vállalkozások is. Valóban vannak olyan cégeink, akik nem, hogy itt helyben neves cégek, de európai hírű vállalkozásunk, például a Profil Kft., de tudnék más vállalkozásokat is mondani, akik innovatív cég, fejleszt, fejlődik, és tehát elég magas a hozzáérték, tehát a hozzáadott értéke a tevékenységüknek, tehát nyilván őt mintaként tudjuk állítani a többiek elé, de azokat a vállalkozásokat is meg kell becsülni, nincsen különösebb innováció, mert csak le akarják gyártani ugyanazt a széket, vagy vasalkatrészt, vagy valami. Mondjuk a szék az nem is jó példa, mert most éppen a székgyárban egy komoly fejlesztés megtörtént, és zajlik további fejlesztés előkészítése. De vannak olyan vállalkozások, aki egyszerűen csak meg akarja venni a piacon kapható modern eszközt, ő maga nem egy feltaláló, tehát nem lehet azt mondani, hogy ő most valamilyen innováción töri a fejét, hanem egyszerűen csak korszerű eszközökkel termelni, dolgozni szeretne. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezek a vállalkozások is megfelelő segítséget, támogatást kapjanak, illetve fejlődni tudjanak, talpon tudjanak maradni. Egy kicsit áttérve más jellegű területre, mert hogy lassan közeledik ez az időszak, busójárásra gondolok, hát ez nem európai, hanem világ szinten is egy kiemelt esemény, sőt, hát a UNESCO-nak a kulturális örökség védelmében részesül. Úgyhogy egy nagyon komoly esemény van önök előtt most február végén, március elején, most így jön ki a naptár szerint. A busójárás, illetve az a fajta turizmus, amit indukál, ez mennyire lehet majd a jövőben szintén egyfajta olyan pálya, amin érdemes elindulni? Hát mindenképpen fontos. Tehát a busójárás elég nagy utat járt be, hiszen az 1700-as évek elején honosodott meg a városunkban, a török idők után betelepült sokacok
hozták, volt olyan időszak, amikor többen üzték, volt, amikor tiltották, volt, amikor ide a főtérre csak egyetlen egy ember jött ki busóruhában, mert a többiek azok inkább a saját környezetükben, úgymond a Sokasz negyedben, a Kólótér környékén még úgy, ahogy megtartották a busójárást, tehát volt olyan időszak, amikor nem támogatták. Aztán volt, amikor az 1960-as években felkarolta az akkori vezetés, de akkor meg olyan volt a busójárás, hogy színházi rendezővel megkoreografálták, aminek már akkor azért lehetett sejteni, hogy ennek nem nincs túl nagy jövője. És hát most 2009-től pedig felkerült az UNESCO szellemi örökségének a reprezentatív listájára, tehát magyarán az egyetemes emberi kultúra részévé nyilvánítatott az UNESCO által is, ami egyrészt óriási megtiszteltetés, de igen nagy marketing értéke van. Tehát így a világban is ismerté vált, és az, hogy megkaptuk ezt a címet, tehát ezt a szellemi világörökségi címet, ez annak is köszönhető, hogy a busójárásnak megmaradt ez az alulról szerveződő, alulról építkező jellegzetessége. A busójárást mi önkormányzat természetesen szervezzük, segítjük, de semmire sem mennénk a busó társadalom nélkül, anélkül a több mint 1300 busó, szép busó, sokaclány nélkül, akik évente beöltöznek, és hát igazán színessé teszik magát a farsangot, tehát ez nekik köszönhető, mi csak ezt elősegítjük. Jobb években a számításaink szerint akár 80-100 ezer ember is van a városunkban egy időben, amikor rosszabb az idő, akkor nem feltétlenül. Tehát most már arra azt tesszük, nem kényszerültünk, mert ez nem kényszer volt, de azt tesszük, hogy nem csak a főnapra, vasárnapra összpontosulnak az események, és vannak különböző programok, hanem széthúzzuk csütörtöktől, tehát kisfarsangtól a húsadjó keddig, tehát a farsang temetésig. És hát itt a különböző eseményeken, különböző napokon is már egyre többen vannak, tehát most már egy szombati nap annyi vendég van, és olyan eseménydús, mint korábban egy főnapon, vasárnap volt a busójárás. Most, hogyha csak 100 000 embert veszünk, hogy annyian fordulnak meg a városunkba, és hogyha ha csak 1000 forintot költene egy-egy ember, az akkor is azt jelenteni, hogy 100 millió forint kerül itt, annyit költenek el itt a helyi vendéglátóegységeken akárhol. De hát azért nem 1000 forintot költenek az ide látogatók fejenként, hanem a számításaink szerint alsó hangon is itt 400-500 millió forint akkor megfordul a helyi vendéglátósoknál, az árusoknál, tehát mindazoknál, akik itt a busójárás akkor bármit árulnak, vagy bármilyen szolgáltatást nyújtanak. Nekünk, önkormányzatnak igazából a busójárás nullszaldós, mert ha maradna is rajta akár egy forintunk is, akkor azt visszaforgatjuk a rendezvényre, busóruhákat veszünk, felszereléseket veszünk, azért, hogy a következő évben még több embernek tudjunk lehetőséget biztosítani arra, hogy beöltözzön. A busójárás ma már hozzátartozik a mohácsi identitáshoz. Tanítják a gyerekeknek az óvodában, az iskolában, szívesen öltöznek be, szinte nincsen olyan család, amelyik nem érintett ebbe. Tehát mi örülünk ennek, büszkék vagyunk rá, és hát azt gondolom, hogy a mohácsi csata mellett, ami egy más történet, tehát és nyilván tehát a mohácsi hősök emlékezete, akik itt meghaltak 1526-ban, az egy más dolog, de nyilván az a világtörténelem része, annak a révén is mohács ismert, de a busójárás révén meg tehát igazán látogatott. Beszélgetésünk végén tényleg csak egy-két mondatban, hogyha elmondaná nekünk, hogy mit vár ettől az évtől? Tényleg csak így címszavakban, hogyha lehet, mik azok a feladatok, vagy mi az a legfontosabb, amire ebben az évben mindenképpen sort kell keríteni? Hogy érzi? Hát mi politikusok hajlamosak vagyunk választási ciklusokban gondolkodni. Ugye ebben az évben két választás is lesz. Lesz az Európa Parlamenti választás és ugye a helyhatósági választás. Az Európa Parlamenti választásokról én azt remélem és azt várom,
hogy a magyar emberek és az európai emberek többsége is olyan módon fog szavazni, hogy ha már az imént a szóba került a Mohácsi csata, tehát olyan módon fognak szavazni, hogy méltó legyen a többség ahhoz a több mint, annak a több mint 20 ezer embernek az emlékéhez, akik 1526-ban itt Mohácson áll az életüket áldozták a keresztény Európa védelméért. Tehát a keresztény Európa védelméért haltak meg, és mentek csatába. Azt remélem, hogy a májusi Európa parlamenti választáson a választók többsége az eszénél lesz, és tudja majd, hogy mi Európának az érdeke, és Magyarországnak is. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a jövőben nyugodtan éljünk, nyugodtan tudjunk fejlődni, építkezni, ahhoz az a szükséges, hogy megvédjük a hagyományainkat, kultúránkat, vallásunkat, és ehhez igen fontos az, hogy májusban milyen választási eredmény születik. Ez az egyik, tehát igen, tehát ez az egyik legfontosabb dolog. A helyhatósági választásokat ebből a szempontból nem tartom annyira sorsdöntő dolognak, mert hát majd az adott települések lakossága eldönti, hogy kik azok, akik az ő képviseletükre érdemesek. Tehát nálunk Mohácson én azt gondolom, hogy ez most már hosszú évek óta különösebb viharok, csatározások nélkül békében zajlik. Nyilván a különböző pártok megmutatják magukat, de én hál' Istennek elmondhatom azt, hogy az elmúlt 20 évben talán egy-két kakukktojás volt, aki nem volt partner, de a többsége az aki bekerült a képviselőtestületbe, és az jó szándékkal a városért kívánt ténykedni, tevékenykedni. Egyéb vonatkozásban pedig azt várom, hogy a sok-sok programot be tudjuk fejezni, vagy legalábbis a befejezéshez közeli állapotba hozni, amiről a bevezetőben beszéltem. Én ehhez kívánok sok sikert, és nagyon szépen köszönöm, hogy fogadott minket itt az irodájában, polgármester úr. Nézőinek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, minden jót!